Sziasztok, kedves barátaim! Újra következik Ekádesi, január 28-án, és természetesen hozzá is van egy kis történet, ami Bhavishyottara Puránából lehet olvasni. Bhavishyottara Puránában beszél Krishna Yudhisthira Maharajjal. Yudhisthira Maharaj megkérte, hogy milyen áldásokkal jár az a Ekádesi, ami a január-február hónapban van, és Krishna válaszolta, mondta, én már mondtam Padma Puránából ezt a történetet, és most ismét elmesélek neked. Akkor kezdjünk! Ahhoz, hogy érthető legyen a történet, szeretnék egy pár dolgot mondani az univerzumunkról. Az univerzum három bolygórendszerből áll. Van középső bolygórendszer, ahova a mi Földünk tartozik, van Föld alatti bolygórendszer, vagy alsó bolygórendszer, és van felső bolygórendszer, ami a Föld fölött van. Összesen az univerzumban 9 millió 400 ezer életfaj létezik. Ezek között 400 ezer emberfaj van. Van néhány ezer faj a Földön, van Föld alatt, és a felső bolygórendszeren is van több emberfaj. Ugyanúgy vannak ott is uralkodók a bolygókon, van egyik király, aki most már ugye a mi világunkban úgy hívjuk a királyokat, hogy miniszterelnökök, de valójában ők a királyok, és van egy Indra király, aki egyszer szervezte nagyon csodálatos fesztivált a felső bolygórendszeren. A fesztivál helyszíne Nandana Kanana erdőbe történt. Nagyon különleges, szép erdő volt, nagyon sok szép virág, tavak voltak ott, illatos fák virágzottak. Több millió táncos jött el erre a fesztiválra. Lényeg, ott volt egy ifjú pár, egyiket úgy hívták, hogy Maljavan, a fiút, és a kedves hölgyet úgy hívták, hogy Puspavati. És a Maljavan és Puspavati szerelmesek voltak egymásban, és egyféle sértés követték el, ami miatt az Indra király nagyon megsértődök rájuk, és mondta, mivel ti ilyen bűnkövetétek el ellenem, ezért megátkozlak benneteket. A földbolygón fogtok születni következő alkalommal, ami már rögtön fog történni, és ráadásul szellemi testben. Nagyon megbánták a fiatalok, de el kellett hagyni a felső bolygó rendszert, és elkerülni a földre, és finom testben születni, szellemi testben. A finom fizikai testben az a probléma, hogy vannak vágyok, ember szeretne enni, szeretne inni, bármi mást akarja csinálni, érzékeket kielégíteni, de finom érzékek vannak hozzá, és ezeket nem lehet kielégíteni. És ez egy eléggé fájdalmas helyzet, amikor valaki kísértő lesz. Így, mikor ők kerültek a földre, ők tudták, hogy mi miatt ez történt, és ezért Himalájukban egyik barlangba szomorkodtak, és megbántották, hogy milyen problémát követték el, sértés meg bűnt, és igazából vezekeltek. Vezekeltek, nem ették, nem ittak, de ugye ugyanakkor persze lehet mondani, persze nem ették, nem ittak, mert nincsen hozzá érzékszervek, hanem mivel ő szellemi kísértő testben vannak, de lehet elmébe mindig vágyni erre. De ők elmébe is vezekelték, lemondtak mindenről, és egyik pillanatban addig vezekeltek, meddig nem következett be az Ekádasi. Ennek az Ekádasinak az a neve Bajmi Jaya Ekádasi. Ezen a napon ők is ugyanúgy vezekeltek, nem ették, nem itták, meg az elmébe se, és ugyanakkor nem is aludták egész éjszaka. Mivel ez egy nagyon különleges időpont, időszak, erre hatására, hogy ők így áldoztat hozták ezen a napon, rögtön másnap megszabadulták az átoktól, megszabadulták a szellemi testből, és egy őrhajón visszamenték, nem a földi őrhajón természetesen, visszamentek az Indra királyságában, és oda mentek a király Indra elé, és akkor kérték bocsánatot. Ő mikor meglátta őket, akkor nagyon meglepődött, mondta, hogy lehet az, ki olyan erős és hatalmas, aki képes volt megszabadítani titeket az én átkom alul. Viszont az én átkom nagyon hatalmas. Ők elmesélték, hogy Bhajmi Jaya Ekádasi napján bőtöltünk, így megszabadultunk minden bűntől.
És erre Indra mondta nekik, hú, ti nagyon nagy szentek vagytok ezek után, átülelte őket, és tiszteletet ajánlotta nekik, és elmesélte, hogy valójában ti nem csak csupán vezekeltétek, hanem ti az Urat szolgáltatok. Mert ezen a napon, hogyha valaki lemondja az evésről és ivásról, akkor ezen a napon az Úr elfogadja ezt a cselekvést, mint a szeretett szolgálatot. És ezért ti szememben most nagy szentek vagytok, és szeretnék nektek felajánlani az én tiszteletemet. Így fejeződik be ez a kis történet. Aztán az Úr azt mondja, hogy az az ember, aki bőtől ezen a Bajsmia Jaya Ikadasin, elféle bőt egyenlő több áldozatnak és több vezeklésnek és a joga gyakorlatoknak eredményeként szólt. Behozza a több eredményt többféle gyakorlatnak, ezért nem sokára következik, január 28-án is akkor. Múltkor írtátok egy páron, aki már bőtölni kezdte, újra csatlakoztak hozzánk, gratulálok benneteket, aki csatlakozott, és gratulálok azokat, akik most fognak csatlakozni, és köszönöm a kommenteket, hogy írtatok, hogy milyen tapasztalatotok voltak. Most is bátran írjátok kommenteket, milyen tapasztalatotok voltak nektek a bőtöléssel kapcsolatban. Ezen a napon még nagyon jó többet mantrázni, szent könyveket olvasni, valamilyen szent dolgokkal foglalkozni, hogy a tudatunk még jobban tisztuljon és merüljön, és ezen a napon ez sokkal-sokkal kedvezőbb. Nem jó üzletelni mondjuk ezen a napon. De ha valaki dolgozik boltba, akkor dolgozom boltba, az nem probléma, mert munka az munka. Üzletelni az azt jelenti, hogy új üzletet kütni nem annyira kedvező. De ez vasárnap lesz amúgy ebbe az évben, ezért nem sokan fognak dolgozni. Jó, és akkor most mondom a megtörési időpontot. Ekádesi megtörés 7:13 és 10:22 óra között van, és ez már 29-én lesz. Köszönöm szépen, majd találkozunk, szép napot kívánok mindenkinek, Hare Krishna!